Kedves rádióhallgatók, Határon innen és Határon túl, kedves ügyvek! Szent Misét közvetítjük a Szentség Libányátlanokból, amit a Mária Rádió technikai okok miatt egy későbbi időpontban fogadált Ábor. A Szent Misét bemutatják Ábor Bertalanos keresetet, az életek szolgálatát a Gárdát testvérek végzi. Technikai munkatárs a Komárom stúdióban Tóth Szilveszter, itt a templomban Cehányik István ügyvédes. Ma az Anya Szent Egyház Kapisztrán Szent Jánosra emlékezik, aki az Abruzóbeli Kapisztránóban született 1386-ban. Perugiában jogot tanult, és egy ideig bíróként is működött. 1415-ben a ferencesek rendjébe lépett, majd pappá szentelték. Fáradhatatlan apostolként bejárt egész Európán, hogy erősítse a keresztény erkölcsöket, vagy vigyázni korá eredeteivel. Nagy része volt a nándorfehérvári győzelemben, amelynek hírére harmadik Kalixtusz pápa elrendelte Húmó széle változásának ünnepét és a délirációt. 1456. október 23-án hát meg az akkor még Magyarországhoz tartozó szerémiákon. Már népünk az 1956-os eseményekre is emlékezik, és azok áldozataira. A barikád mindkét oldalán sok áldozat volt. Idővel egyre nyilvánvaló, hogy egy-egy történelmi helyzetben nagyon fontos a helyes látás. Tudjuk, az ember a szívére lát jó. Imádkozunk a szívben való látás kegyelméért, hogy életünk mai kihívásai közepette helyesen és jól mérjük fel küldetésünknek és előnyünket. Kérjük ehhez a Szentlélek világosságát, Urunk Jézus Krisztus kegyelmét és az Atyaisten szeretetét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
személyiségben, amely a legtökéletesebb, a legteljesebb dicsőítés. Hiszen Jézus kereszt áldozatát láthatjuk benne, annak lehetünk részesei itt, ma a 21. században is. Isten nem felejt el semmit. Ennek jegyében vagyunk itt, Isten dicsőítésének a jegyében, és járjuk körbe, próbáljuk a határon túli területeken megkeresni azokat a közösségeket, akik nyitottak a dicsőítésre, Isten magasztalására. Így jöttünk el ma is hozzátok, önökhöz hozzátok, úgy mondom, testvérekhez. És ez annak a dicsőítő menetnek a része, ami Magyarországért történik. Október 23-án forradalmat indítottak el 1956-ban. A mai október 23-a ma, itt és most, hogy legyen Jézus forradalom, a szívünkben lévő forradalom. És hisszük, hogy ahogy Jerikónál ledöltek ezek a falak a választott nép fiai előtt, Isten szavára, Isten hatalmára, úgy fognak ledőlni Magyarországon mindazok a falak, amelyek elválasztanak embereket, emberektől. Ledőlnek azok a falak, amelyek elválasztanak bennünket Istentől. És ez leginkább a bűnnek a fala. Kérlek benneteket, hogy imádkozzatok ti is ezért. És imádkozzatok azért, hogy valóban elkezdődjön megújulás. Imádkozzatok a papokért, az egyházért. Imádkozzatok a fiatalokért, akik akár egy Szepsiben is ide járnak az iskolába. Ne a külön a magyarokért és a külön a szlovákokért imádkozzatok, hanem imádkozzatok Istenért. Hiszen, hogy Jézus forradalma az egyetlen út. És egyben meghívlak benneteket, és mindazokat, akik ezt hallják és hallgatják, hogy ennek a dicsőítő körútnak, turnénak, dicsőítő menetnek a koronájaként december 13-án találkozzunk Budapesten, a Pesti Híradó megújult dísztermében, 13-án az utca napja. Jöjjünk oda össze az egész Kárpát-medencéből is, tegyünk arról tanúságot, hogy Jézus él, tegyünk arról tanúságot az első világháború kirobbanásának centenáriumi évében, hogy igenis van lehetőség a kirengesztelődésre, van lehetőség Jézusban különböző népeknek is teljesen egységben lenni és békében lenni. És Istenünk, könyörülj rajtunk.
Istenünk, te kapisztrán, Szent János küldted, szorongattatásban élő híveid megerősítésére. Add, hogy oltalmad alatt biztonságban éljünk, és őrizd meg egyházadat szüntelen békében, ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélek keletségben, Isten mindörökkön örökké. Szentecske, Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Testvéreim, meghajtom képemet az Atya előtt, tőle származik ugyanis minden közösség az égben és a földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy lelke által megerősödjetek benső emberré, hogy a hittel Krisztus laki szívetekben, s gyökeret legyetek és alapot vessetek a szeretetben. Akkor majd fel tudjátok fogni az összes szentel együtt, mi a szélesség és a hosszúság, a magasság és a mélység, megismeritek Krisztusnak minden értelmet, szeretetét, és beteltek az Isten egész teljességével. És végtelenül hatalmas Istennek pedig, aki hatalmában bennünk működik, és mindent megtett azon felül is, amit kérünk vagy megértünk, legyen dicsőség az egyházban és Jézus Krisztusban, minden nemzedéken áll, mindörökké. Amen. Ez az Isten.
tettem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy a lángadalomban nyom? Keresztséggel kell megkeresztelkednem, mennyire várom, hogy ez beteljesedjék. Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre. Mondom nektek, nem, hanem szakadás. Ezen túl, ha öten lesznek egy házban, megoszlanak egymás között 3-2 ellen, és 2-3 ellen. Szembe kerül apa a fiával, a fiú az apjával, anya a lányával, a lány az anyjával, anyós a mennyével, és a menny az anyósával. Ezek az evangéliumok.